És akkor most mozoghatunk? Uh-huh. Jó. Nincs lába. Ez azért van, hogy ez legyen a lába. Ne billegjen annyira. Van egy magnó csatlakozónk, amit bedugunk a fülhallgató bemenetbe, ami képmutatóan van kicsit címezve, mert ugye ez neki bemene. Tehát neki ez nem a fülhallgatója, hanem a bemenete, de így mind a két oldalra ugyanazon írva, ide is, meg oda is. Úgyhogy ezzel elégedhetek. Ez egy Walkman, amit 800 forintért vettem egy éve körülbelül. Annyira jó, hogy ennél jobb vételem még nem volt. Ami lényeges még, hogy ez a kábel, ez vezet hátra az RF-hez, ahova a TV antennát szokta jobb érzésű ember bedugni, és ezt bedugjuk a Spektrumnak a TV csatiába, ha még nincs átalakítva kompozitra, mert akkor a túloldalon is ugye a videóbemenetbe kéne csatlakoztatnunk, de hát ez nincs átalakítva, mert ez egy szűz Spektrum. Remélem még mindig működik, és végül bedugjuk a tápot. Aha, és ilyenkor kell átvágni a tévét. Megvan kábelre. Oké. Okay. És íme a bejelentkezés. Eddig nagyon jó vagyunk. Ugye a Spektrumnál egy gombos parancsok vannak, úgyhogy E betűvel egyből egy load kulcsszót kapunk. A program neve meg az, hogy ami jön, tehát semmi. Úgyhogy indítjuk a betöltésre, reménykedünk. Jó hosszú befutó részt tudtak hagyni egyébként ezeken a 30 éves kazettákon. Most ez a Hungry Horrors, ez így, mit is csinál ez? Siel, azt hiszem? Nem, ez a Skiing Horrors. Ez nem tudom mit csinál, valamit csinál. Labirintusban van, vagy nem tudom. Másik meg is van. Ah, ugye? Ebből több volt, több kiadás. Ahogy kell, jön a screen. Mindjárt van. Nehéz elolvasni a kék alapon kéket. Ez az igazság. És te így tudod a csíkokból, hogy mitől? Azt azért nem. A Terminátor megmondaná az hexakódokat. Annó, mikor ment a Terminátor 1, és írta ki ezeket a dumpokat a képernyőre, így ahogy nézte, ilyen fura színezéssel az egész látképet mutatták. És azok a 6502-es processzornak a gépi kódú utasításai voltak, ami 8 bites proci volt. Erre volt is egy cikk, hogy igen, most volt, de hát az akkor rájöttem, amikor néztem, mert írtunk benne programot. A C64-ben is az volt. És nem a C64, hanem még Apple gépekből is szintén az szerepel. És ugye ennek kapcsán valaki az ötlete volt, hogy ez beválni. Ez egy jó kis látványelem volt. STA, LDA, RET, ilyenek. Közben elköszönök. Örülök, hogy találkoztunk. Sziasztok, szia, majd jövök néhez a Hello, szia. Jó videózás, szia. Stop. És akkor... Hú, van, hogy is megy? Föl, le, így vannak a gombok. Meg kéne elni. Ez olyan, mint a Pac-Man egyébként halálosan. Hű, és 90 fokkal elfordítva játszok, látjátok, srácok, azért ez a profizmus. 8 bites agy. És elkúrtam. Na. Ez hogy jött ott ki? Most megeszem a kis körényt, ha itt átjutok. Ne legyen erre basszus! Ah. Szia, jó hétvégét! Nem akartok ti játszani? Jó, most ki is kéne menni, mi?
föl. Igen. Ho-ho-ho-ho-ho-ho, hát sikerült. Szerintem elégedjünk meg egy pályával, mert öreg vagyok én már az ennyi izgalomhoz. Üdös borz. Ehe. Jó kis megtalálós algoritmust írtak be, mert megtalál, az biztos. Hoppá! Ennyi pályát még életemben nem vittem. Na most itt nem gondolják komolyan, ahogy az osztás kijön mi. Aha. Hát köszönjük, majd értesítjük.